Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Dr. Pintér Zoltán, pedagógus, gimnáziumi tanár és a Karcagvárosi Városi 5. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője vagyok. Én az képviselői teendőimet 2020 ősze óta töltöm be, ugye az őszi és a tavaszi időszak pedig jellemzően a aktuális munkák elvégzéséről, tehát a tavaszi őszi munkálatok elvégzéséről szól, most viszont beköszöntött egy viszonylag hűvös tavasz után egy, egy, hirtelen jött forró nyár. Ugye ez a forró nyár pedig kiválóan alkalmas arra, hogy a télvíz idején tönkrement önkormányzati fenntartású és megyei fenntartásban lévő utakat bekátyúzzuk, ugye a hibákat kijavítsuk. pillanatnyilag a Kazinci utca és a Püspökadányi út sarkán állunk. néhány perccel ezelőtt vonultak le innen a Karcagi Városgondokság munkatársai, akik az önkormányzati fenntartásban lévő utakat kátyúzzák városszerte de egyébként szerintem pontosan tudják a városi lakosok, hogy mind a nyolc választókerületben, akár a megyei kezelő fenntartásában lévő közutakat, akár az önkormányzati utakat folyamatosan javítják, próbálják ugye a hibákat helyreállítani. Emellett azonban szerintem fontos megemlíteni, hogy a nyár folyamán és az ősszel folytatódni fog a városban, a város belterületén a járdafelújítási program. A költségvetésben be van tervezve, minden választókerületben járdásítás és a járdáknak a helyreállítása zajlik, és már jelen pillanatban is zajlik a bicikli hálózat bővítése. Mindössze egy utcányra tőlünk a Széchenyi sugárúton már épül is egyébként az új bicikliútnak az alapja, de egyébként a nyár folyamán a város különböző pontjain újabb szakaszok fognak megvalósulni, és gyakorlatilag ősszel, decemberig mindez bekötésre kerül az eddig megépült és évtizedek óta működő karcagvárosi bicikli út hálózatba. Mivel nagyon sok embernek ugye mindennapi problémákat okoz és turva levő, hogy a régi, régebben épült bicikliútak állapota az nem mindig megfelelő, ezért talán örömteli kimondani azt is, hogy ezeknek pedig a felújítása is napi renden van, tehát párhuzamosan az újak építésével a régiek felújítása is várható.